hegyen Tündérországba születtem. S hogy Tündérország itt van, ahová a Jóistenke teremtett. Ide teremtett a nagy hegyeket, mutassátok meg mekkora hegyeket. Mutassátok meg mekkora hegyeket. Völgyeket, patakok, és a Jóistenke lehelyett oda finom, friss levegő, és nem felejtett oda puttyantani székely embereket, és hogy legyen, akik vészívják azt a finom, friss levegőt, ne maradjon csaurén fenn az égen, már még megaszalódik, mint az asszú szilvas olyan csáncsagos. Hiszem, hogy a Vándorszínházam visszaadja azt a lélekszót, amiben a székelyember oly rég otthon van, s játszódik a lelke benne, a székelymesékben. Vallja a Csernik Pál Szende székelymesemondó lábbábos. Lélekben történik. Én a lélekből mesélek, és ma lelkemben ott vannak azok a pogácsák, amit gyermekkoromban kaptam. A nagyszüleimtől, a szüleimtől, az emberektől, ettől a székelyföldtől, és azok úgy bennem vannak, és akkor vannak az adott meséim, amiket már elkezdtem mesélni, a székely népmesék, az alapmesék, és én azokkal a szívpogácsákkal, azzal a lélekfeltöltődéssel, a lelkem, hogy fel van töltődve, azzal úgy megízásítem, és úgy mesélem el azokat a székely népmeséket. Nem gondolkozok nagyon előtte, én úgy azt úgy, ott gondolkozok, amikor mesélek, de egybe a lelkemmel. Nincs külön, és azért mindig hozzárakom, hogy lélekből mesélek, mert nekem a mese az lélek. Na hát engemet is oda teremtett a Jóistenke, és amikor kicsi gyermekecske voltam, mint itt, akkor én ilyen csóri lábbal szerettem tapiskolni a patak morgján. Lássátok, nincs rajta semmi a csóri. Ha hogy hívjuk azt a csigát, amelynek nincs háza? Csiga. Csóri, csiga. Így van, mondjátok, csóri, csiga. És a csóri sekipányát, láttátok ilyen zárat? Jaj, olyan csúf, mint a kölcsönkérés, ne is lass! Ezzel a csóri lábacska, tapiskoltam a patakon. Tapiskoltam, keresgéltem valami kincsecskét, valami kavicsocska. Mert tudjátok-e, és szép zene is ment nekem a pacsintat, nagyon zenétek kavicsnek, közben, úgyhogy semmi van, csak mondja meg, hogy megy lesz a kavics mindjárt. No, és keresgéltem a kavicsokat, és olyan kavicskákat találtam, amivel rá volt írva, hogy jóság, szeret, hűség, barátság, buccucsak. Vannak itt nálunk, mint itt kavicsok, mindenki alakítja, az egész közönség alakítja. Hát megvan az alapmese, az a pogácsa, az a mesepogácsa, és akkor azt együtt süssük meg. Ahogy ők belevarázsolódnak, úgy vonom be őket a mesébe. Mesebölcsőjével elvarázsolta a Kájoni János megyei könyvtárban összegyűlt közönséget Szende. Kicsik és nagyok elbűvölve hallgatták, mondták vele együtt a mondókákat, rigmusokat, válaszoltak kérdéseire. Ízes székely nyelven szólaltak meg a mesék, felnőtthöz és gyermekhez egyaránt. Szende improvizációval teli előadásához gyermekkorában hallott székely népmesét használja fel. Emellett szüleitől, nagyszüleitől hallott anekdotákat, történeteket használ. Ők úgy éltek, mint a mesében. És én ezt tartottam mese világnak, ahogy éltek. Az olyan volt, mint egy mese. Vagy ahogy egymásnak, ahogy nagymamám elmesélte, miközben főztünk, mesélte, hogy ő hogy főzte azt az ételt annak idején. Neki hogy tanította az ő nagymamája, az ő édesanyja. Hogy amikor a mázőn, amikor voltak, hogy mi történt. Meséltek. Nekem ez volt a mesélés. Konkrétan nem az, hogy ők egy piroskos, farkasos mesét meséltek nekem. Nem ilyen, nem így voltak a mesélések. Egy másik nagymamám, ő így mesélgetett nekem, de konkrétan a mesecímre nem emlékszem, csak úgy mondigált történeteket nekem. Így voltak ezek a mesélések számomra. Édesanyám rengeteg meséskönyvet vett nekem, és én azokat sokat olvastam.
Még mielőtt nem tudtam olvasni, az előtte is nézegettem erősen a képecskéket, és elképzeltem azt a mesét. És aztán, amikor megtanultam olvasni, akkor faltam a meséket, azt a sok-sok szép népmesét. Csernik Szende meséi felnőtthöz és gyermekhez egyaránt szólnak, igazi lélekből szóló mesék, amelyek által megelevenednek elfelejtett értékeink, arra tanít meséivel, hogy ne feledjük el a nagymamáinktól tanult bölcsességeket.